azt állandóan mondták, hogy scora domoi, és akkor az mi, amikor kértünk, az mindig egy rövid idő alatt mindig így mondtak nekünk, hogy scora domoi, hát hogy hamarosan mehetünk haza, de akkor ennyi év lett belőle. Hogy akkor ez, hogy mikor mehetünk ott, azt hogy csak előtte egy pár nappal mondhatták meg, vagy valahogy így volt, és azt hiszem, akkor megint átmentünk a nagylágerbe, onnan mentünk haza is, mert ide ez a anyinka, hát ez is nagyláger volt, de mindig az volt a fő ott túl a krivarosi lágerbe. A krivarosi az nagyon nagy láger volt, ott sok épület volt, meg körül be volt, drótok voltak, be volt szögelve, mint nem lehetett ott, nem is próbálta senki kiszökni. Én nem hallottam volna olyasmit, hogy valaki megpróbálta, ugye, mert állandóan őriztek, ott járkáltak az őrök mindig a puskával, azt egyből. És ez itt túl, hát ez is, nem volt ez olyan kicsi, de olyan 6-7 ilyen baraka volt, ahon a nép el volt helyezve. Ez mind ilyen elég jó barakok voltak, hát nem volt sokszor a ruszkiknak nem volt ilyen lakásuk, mert ezek eléggé nagy épületek voltak, szobák, ahol laktunk, és ott ez eléggé nagy volt. Mikor megtudtunk, akkor nagyon örültünk neki, ugye, hogy mehetünk, el se akartuk hinni, hogy már ez igaz, mert ezt sokszor mondták, hogy mindig, hogy scora domoi, hogy most mehetünk, de hát ugye ez nagyon sokára bekövetkezett, már végén el se akartuk hinni, hogy ez. De hogy akkor Romániába is leszálltunk, ott engedte ki először piacra, ott Székelyföldön. Na azt meséltem, hogy akkor onnan jöhetünk egy kicsit ott járkálni, és akkor már mondtuk úgy egymásnak, jé, itt már beszélnek magyarul, mert ugye ott azok a székelyek, és mink annak idején nem tudtuk, hogy azok magyarok, és akkor egész furcsa volt nekünk, hogy ott beszéltek magyarul. Ott kicsit járkáltunk a piacon körülnézni, de hát csak körülnézhetünk, mert nem lehetett ott sokáig lenni. És Debrecenben ott álltunk meg, onnan, ugye ott akkor kiszálltunk, az volt a végső cél, onnan akkor már bevittek kihallgatni, tanácsháza, vagy mi lehetett akkor, voltak olyan ízék, hogy voltunk-e bundisták, hogy avval jöttek elő, hogy mert aki volt, azt félreállították, és aki hát letagadta, hogy nem volt. Hát nem is nagyon volt köztünk olyan, hát mind fiatal volt azok, az idősebbek voltak már, akik bundisták voltak. Eléggé olyan durván beszéltek velünk, ugye, mert annak néztek, hát, hogy bundisták vagyunk. Mert úgy fogadtak avval, hogy eléggé nem jó fogadtak ottan, ugye, mert mind svábok voltunk, és akkor velünk legalábbis úgy beszéltek, hogy eléggé durván. Voltunk egy bundisták, hogy mit csináltunk ott, hát de oda is csak jártunk énekelni, énekeket tanulni. Én másra ott nem emlékszek, ahol mink voltunk a bundisták, ott a Hajoson volt egy háza, a Bekmiska bácsinak hívták, aki volt a fővezére ennek a bundistának, de hát az is már meghalt, azt akkor elüldözték, az elment Ausztriába, mert az volt akkor a vezéreinek, a bundistának. De hát mi csak oda jártunk énekeket tanulni, ilyen német énekeket. Letagadtunk, hogy nem voltunk, hogy hát ugye nem is vétettünk ott semmit, ha voltunk is, ott csak ugye utcákon, mikor barátkoztunk, szoktunk énekelni az utcán ezeket a bundista nótákat, de úgy más mink nem csináltunk. Meg hát az az ember se, de hát ugye haragudtak rá, hogy ő volt a vezér. Nem kértek ilyesmit, de nem is lett volna nálunk. Ugye mikor elmentünk, akkor hát de nem is volt ilyen valami, hogy föl tudtunk mutatni, hogy voltunk. Ja, bundisták. Ezt kérdezték, hogy és hogy most hova akarunk menni, meg hát ilyeneket kérdeztek, meg, és akkor aki volt, aki Németországba kérte magát, akinek a szülei vagy hozzatartozói ott voltak, de én nekem a szülők otthon voltak, mint csak a legtöbben haza kértek haza a Hajósra. Mondom, aki bevallotta, hogy az volt, akkor úgy lehetett hallani, hogy azokat kivitték Németországba, hogy nem is jöhetek tovább onnan, hogy onnan elvitték őket oda, mink meg jöhettünk haza Kalocsára. És akkor Kalocsára ott már vártak akkor bennünket, a parasztkocsik, azokkal jöttünk akkor onnan haza.
mikor Kalocsára érkeztünk, ott is próbáltunk menni kicsit ugye, a házból szégyen elmondani, kéregetni. Aztán egy helyen vagy mennyi, kaptunk is feltkalácsot vagy valamit, de ott is ugye éhesek voltunk, semmink nem volt, és akkor ott is próbálkoztunk. Akkor egyik helyen volt egy ilyen baba látogatás, akkor ott volt olyan kis maradék, akkor az a néni azt adta, mert látta, hogy honnan jövünk, és akkor ott, de másunk nem kaptunk ott semmit. Mindjárt kocsikra osztottak bennünket, egy 5-6-an egy parasztkocsira, vagy hányan voltunk, és így hoztak le hajósra. Mikor ennyi kaptunk, akkor úgy örültünk neki, ugye mondtuk, hát ezek jó népek, hogy adtak is valamit, mert többen jártak másfelé kéregetni, hát hun kaptak valamit, hun nem, mondom, mink itt kaptunk ettől a nénitől egy kis ilyen süteményfélét, hát örültünk neki, de nagy valami ott se volt, ugye, mert sokan voltunk, és akkor nem is foglalkoztak ilyesmivel. Az út nem tarthatott sokáig, hát talán egy 3 óra alatt el lehetett jönni Kalocsáról lovaskocsival. Akkor itthon már várt a népek, mert már előre tudták, hogy jövünk. Mindegyiknek a hozzátartozója már ott várt, és ott leszálltunk, ki itt, ki ott, és akkor így történt.